Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön egy kis Far Cry 4. Lehet, hogy már kicsit később most beszélek erről a játékról, de most volt rá időm, meg igazából is akkor érdemes összefoglalót csinálni a játékról, hogyha az ember már kijelzett vele, úgyhogy most nem összefoglaló lesz, jön egy kis előfoglaló, vagy nem tudom, egy kicsit szeretnék beszélni a játékról. Talán azoknak, akik még mindig dilemmáznak arról, hogy jó játék ez a Far Cry 4, hogy nagyon hasonlít ahhoz a Far Cry 3-hoz, és milyen dolgokat szeretnék tisztázni, szeretnék beszélni egy kicsit az új környezetről, hogyan készült a játék esetleg, a map editorról, multiplayer, szóval így összefoglalóan, előfoglalóan mindenről egy kicsit, hogy most mégis jó-e, rossz-e, munka-e, nem munka-e, mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, és úgy általánosan mindenről. Nos, vágjunk is bele. Hol is kezdjem? Egy ilyen összehasonlítást fogok csinálni. Jó, Far Cry 3 vs Far Cry 4, és induljunk ugye az elejéről. Ugye, aki játszik a játékkal, az spoiler, jó? Spoiler. Még egyszer mondom, spoiler. Aki játszik a játékkal, az ugye rögtön tudja, hogy rögtön az első percekben megismerhetitek a rossz fiút, aki egy Pagan Min nevű tag. És most őt a Far Cry 3 Vászhoz fogom hasonlítani. Tudjátok, Vász volt az, aki a Definition Insanity-t alkotta meg, ami nagyon jó kis, tehát az őrület definíciója, így fordítani a Definition Insanity, ami nagyon jó kis mondat volt. És itt van nekünk ez a Pagan Min, aki mondhatni, hogy azért tökéletesen beleillik ebbe a definícióba, ebbe a szabályba, hogy az őrület definíciója, ám mégis van egy különbség kettőjük között. Tehát aki kijátszott a Far Cry 3-ot, az érezte, hogy azért Vász bár őrült és kiszámíthatatlan, mégis szálakon rángatják. Tehát ő mégis egy bábú volt egy nagyobb halnak a kezében, és annak alapján cselekedett, és hozta meg a döntéseit tulajdonképpen. És emiatt az egész története valahol a Far Cry 3-nak kiszámítható volt, és maga Vász, mint olyan, elvesztette úgy gondolom a hitelességét az egésznek. Habár egy nagyon jó karakter volt, remek színészi munkával, illetve hát hangmunkával, és gyakorlatilag azzal, hogy kiderült, hogy van valaki a háttérben, Vásznak a kiszámíthatatlansága, ami a játék elején volt, az elveszett. Szóval viszont itt van nekünk ez a Pagan Min gyerek, aki gyakorlatilag Kiratnak, ennek a virtuális valóságnak a vezetője, és itt van a kulcs a két játék között. Itt van egy különbség, amiért azt mondom, hogy Far Cry 4 és nem Far Cry 3, hogy például aki szereti a sztorit, az rögtön felfedezheti, hogy Pagan Min nem köti semmi, és ő tényleg egy kiszámíthatatlan karakter. Nem beszélve arról, hogy egy bizonyosabb fokú műveltsége is van Vászhoz képest, és emiatt a hatás miatt még sokkal kiszámíthatatlanabb, és a játék, mint olyan, sokkal jobb sztori vonalat tudna vezetni, mindjárt rátérek, hogy miért mondom azt, hogy tudna vezetni, és egy sokkal hitelesebb főgonoszt ad. Úgyhogy úgy gondolom, ez egy különbség a Far Cry 3 és 4 között. Habár, hogyha a játékmenetre gyúrunk rá konkrétan, azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehet elmenni a Far Cry 3 és 4 közötti különbség, mert szinte nincs. Leszámítva az, hogy hát éppen nem fegyet kell megszerezni, hanem valami más. Szóval a játékmenetek önmagában nagyon hasonlóak, sőt már túlságosan itt. Tehát mondhatni, ez egy Far Cry 3.2, tehát így, ja nem, Far Cry 4 jó, tehát 3.2-es Far Cry, tehát így is lehet mondani, a játékmenet hasonlatosságában és a feladatok, küldetések hasonlatosságában és nehézségében. A lopakodás még mindig egy fontos szerepet játszik, amit látjátok, és arra fel kell készülni, egy lényeges különbség a Far Cry 3 és Far Cry 4 között, hogy fel kell készülni a játék stílusoddal arra, hogy következményei vannak. Ha lopakodsz, akkor ügyelj rá, hogy végig lopakod a küldetést, és megcsináld gond nélkül, mert hogyha egyszer beindul a radar, és te egy lopakodó stílusú játékos vagy, és hívnak erősítést, ott van véged abban a percben. Nehezebb a játék ebből a szempontból. Ha észrevesznek,
megnehezíti a játék a dolgodat rendesen, szóval ezt fel kell kötni a gatyát. Far Cry 3-ban még megoldottad, ide futott, oda futott, lelőtted, el volt intézve, itt már nem. Itt azért előszeretettel megszeretnek az ellenfelek, és egyre többen lesznek, hogy hozzák a bajt. Ugye itt a másik dolog, hogy ilyen 20 fotokat dobhatsz az ellenfelek közé, és akkor jön egy vadállat, ami leszedi az ellenfeleket, és ez azért frankon működik, ez tök jó móka. Leszed egy jó pár ellenfelet neked, egy probléma van, hogy utána elkezd üldözni téged, szóval, és egy medvét nem nehéz meg, illetve bocsánat, egy medvét elég nehéz megölni például Far Cry 4 keretein belül, tehát nehezebb, mint a 3-ban. Úgyhogy ez is egy lényeges különbség, hogy vigyázni kell, mit, hogy és mikor vetsz be. Ez jó. Ez egy különbséget ad. Habár nem változatosak a küldetések Far Cry 3-hoz képest, viszont a játékmeneten, játék nehézségen és struktúrán van egy olyan twist, egy olyan csavar, hogy egy kicsit nehezebbé tették a játékot, ezért ezáltal megfontoltabb lépéseket kell, hogy tegyél. És emiatt a sikerélmény egy küldetésnek a végén sokkal nagyobb, mint ami volt a Far Cry 3-ban. Beszéljünk egy kicsit a világról, amit itt megalkottak. Ugye Kirát, mint olyan, nem létezik a Földön, megcsinálták ezt a virtuális közeget, viszont mindent, amit láthatok a játékban, létező helyekről forgattak le, szóval a hegyek, ugye elmentek, frankon ezek elmentek Himalájába, leforgattak mindent, és egyes karakterek egyébként, akik vannak, azok le voltak fényképezve, ilyen mellékkarakterekről beszélek, le voltak fényképezve, és úgy voltak belevíve a játékba, szóval érdekes koncepciós a tájak, és az egész az teljes mértékben helyt áll a valóságnak ebből a szempontból. Nos, és ez egy nagyon jó dolog, végülis az Far Cry 2 óta minden játék úgy készült el, hogy kimentek, lefényképeztek és lemodellezték gyakorlatilag azokat a képeket. Olyan Far Cry 3 nem merné szigetet csinálni, azért más, de ugye Far Cry 4, Far Cry 2 ott elmentek, és fénykép, és lemodellezték, és megcsinálták. Úgyhogy ez egy tök jó dolog, úgy gondolom, szóval fantasztikusan szép a környezet. Akinek gyengébb gépe van, az ügyeljen rá, hogy high-on, medium-on a shadow-k, bocsánat, az árnyékok annyira sötétek lesznek, hogy néha nem fogod megtalálni az utat, azért vagy felveszed maximumra, ha bírja a géped, vagy teljesen leveszed lóra, bár azon nem próbáltam, és lehet, hogy akkor is működni fog szépen, tehát látható lesz minden részlet, az a lényeg. Nos, miről akartam még beszélni? Ja, a multiplayer. A multiplayerről nem mondhatnám el, hogy tyű, de nagy szám, és tyű, de kompetitív, vagy ilyesmi, ha erre számít, azt nem, viszont nagyon jó móka, tehát lehet szórakozni állatokkal, mint az állat, és tehát vannak különböző tök jó játékmódok, hogy van egy csapat, aki az állatokat tudja irányítani, és van egy csapat, akinek fegyverei vannak, és akkor így, tehát egymásnak lehet esni, szóval nagyon jó ki van találva, és egy szórakozás. Nem is fektetek nagy hangsúlyt a multiplayer reklámozásában, mint annó a Far Cry 3-nak a multi reklámozásában, ami szerintem egy nagyon jó multiplayer. De viszont arra számítsatok, megveszitek ezt a játékot, nem biztos, hogy a multia nagyon sokáig fog élni, viszont egy szórakozási faktor, jó móka, akár egyedül is játszva. Nos, a másik móka, amit én nagyon-nagyon tudok élvezni Far Cry 2 óta az összes Far Cry-ban, az a térképszerkesztő. Tehát esküszöm, Far Cry 3-ban én több időt töltöttem el azzal, mint magával a játékkal, mert egyszerűen nagyon jó kiélni a kreativitást, hogy az emberben van, és létrehozni ezeket a térképeket, és létrehozni, tehát Far Cry 3 óta létrehozni a saját játékot, berakhatod a mesterséges intelligenciát, és csinálhatsz egy saját kis világot, berakhatsz, amit akarsz, és játszhatsz, és hamarosan valószínűleg fogtok látni térképet, amit én csináltam, és saját játékot, stb. És talán még elérhetővé is teszem számotokra, hogyha szeretnétek, valóban feltöltöm, és akkor letölthetitek, kijátszhatjátok, stb. Úgyhogy
Szerintem a térkép szerkesztő egy iszonyatosan jó szórakozás Far Cry 3-on belül, és ha végig gondolod, hogy mit kapsz a pénzedért, az egy multiplayer, egy single player és egy térkép szerkesztő, és igen, a térkép szerkesztő az móka, szóval az tényleg jó, el lehet vele pöcsölni. Na, szóval ez a lényeg, akinek van rá ideje, az el lehet vele szórakozni. És viszont egy különbséget véltem felfedezni a Far Cry 3 és 4 térkép szerkesztője között, az, hogy a Far Cry 4-nek a térkép szerkesztője kicsit szegényesebb, nincs annyi lehetőség, mint a 3-ba. Talán nem is baj, mert azért ami a 3-ba volt, az a mennyiségű dolog, amit berakhat egy térképre, szinte alig használta föl valaki, ám viszont vannak bizonyos olyan dolgok, amiket szívesen vennék, hogyha visszajönnének, és hogyha lennének egyáltalán a térképszerkesztőben, mert én például speciál én előszeretettel használtam, és elég részleteikben menő pályákat csináltam, hogyha arról volt szó. Nos, ennyi lett volna. Azt kell, hogy mondjam, hogy Far Cry 4 nem tudom, hogy mennyibe kerül Magyarországon, de nem éri meg a teljes árat, most el, hogy őszinte legyek, tehát a teljes full price ár, az nem éri meg. Úgy gondolom, hogy várjátok meg, hogy olcsóbb legyen, nézzetek körül bizonyos oldalakon, ne csak Origin vagy Steam, stb. G2, a Humble Bundle, szóval ezek az oldalakon érdemes néha felnézni, és esetleg ha ott olcsóbb megvenni, mert hogyha már egy ilyen 3-4 ezer forint körül van, ez megéri, hogy kijátszátok, és majdnem biztos, hogy karácsony, tavaszi leárazás, nyári leárazás, stb. Olyan ára lesz, hogy teljes mértékben megéri megvenni. Nos, köszönöm a figyelmet, sziasztok!